A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hagyományos módon a királyi napok keretében a Szent István ünnep előestéjén rendezték meg az öreghegyi mulatságot. A Mária völgy megtelt élettel az öreghegyi polgárokat és az ide látogatókat színes látványos színpadi produkciók és hamisítatlan kirakodóvásár fogadta a borítéren és a Mária völgyi úton. Az idei 31. találkozó rendhagyó módon az új kenyér és a bor megállásával vette kezdetét. A tradíciókhoz hűen Tornyai Gábor atya, aki az idén is megszentelte az új kenyeret és a bort, elgondolkodtató szavaival, megértő mondataival sokat segített azoknak, akik még tartózkodóak a közösséggel szemben. Egy gondolatot szeretnék idehozni, mielőtt a kenyeret és a bort megáldanám. Volt nem olyan régen egy nagyon izgalmas beszélgetésünk, egy rádióbeszélgetésünk, ahol megkérdezték tőlem, hogy mi a különbség a megszentelés és a megáldás között, és hát most már lassan 25 éves pap vagyok, és kicsit így akartam a fejem, hogy na, akkor ezt most hogyan is kell jól elmondani, meg hogy a saját magam számára ezt hogyan tudnám ezt jól megfogalmazni. És az jutott eszembe, hogy amikor valamit megszentelünk, akkor azt ugye elkülönítünk a hétköznapokból. Az most már, hogy onnantól az már nem a hétköznapok része, hanem valami több annál. És amikor valamit megáldunk, vagy valakit megáldunk, akkor arra a jót közvetítjük. Abban a hitben, hogy az Isten, aki minden jónak a forrása, ezzel a jóságával, az éltető szeretetével betölti azt a szemét vagy tárgyat. És aki ezzel találkozik, ebben részesül, az szintén gazdagodik az életében. És amikor feljöttem ide a színpadra, hogy megáldjam ezt a kenyeret és ezt a bort, akkor az jutott eszembe, hogy meg is áldom és meg is szentelem őket. Hiszen egyrészt egy kicsit elkülönítődnek az imádság által a hétköznapi dolgokból. Már úgy tekintünk rájuk, hogy valami többen rendelkeznek, mint egy átlagos kenyér, mert hogy ezek az ünnepet jelenítik meg számunkra. Ez a kenyér és a bor az ünneplésünket és együttlétünket. Másrészt pedig az áldás, mint a jónak a közvetítője, vagy közvetítése, az Istentől jövő jónak a közvetítése, hogy akik ebből a kenyérből és ebből a borból részesülnek, hogy a megáldott kenyérből és a megáldott borból részesülnek, azoknak az élete kiteljesedjék. Ezek a gondolatok vannak bennem, amikor most így imádkozom, és kérem Isten segítségét erre a kenyérre, erre a borra, és mindazokra, akik ezekből részesülnek. Akár valóságosan, akár szimbolikusan is. Ezzel a lélekkel imádkozom most. Dicsőítünk téged, Atyánk, Istenünk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki a pusztában megáldottad az öt kenyeret, és megszabadítottad, hogy táplálja vele az összegyűlt sokaságot. Urunk, aki megadtad, hogy Szent István királyunk, országunk fővédő szentjének ünnepén összegyűlve együtt ünnepeljünk, aki hétről hétre megtöröd és szétosztott közöttünk az eukarisztia égi kenyerét, áld meg ezt a kenyeret. Mindennapi életünk táplálékát, és taníts meg arra, hogy mindennapi kenyerünket mi is megosszuk másokkal, hogy megízlelhessük az igazi testvéri szeretet ízét, szent neve dicsőségére és dicsőítésére, Krisztus a mi Urunk által. Amen. És áld meg, Urunk Istenünk, ezt a bort, hogy üdvösséges oltalmul szolgálja mindazoknak, akik isznak belőle. Add, hogy akik ezt megízlelik, azok szent neved segítségül hívására erőt és üdvösséget nyerjenek, Krisztus a mi Urunk által. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Amen. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon erre a kenyérre és borra, és mindazokra, akik ezt fogyasztják. Amen. És áldjon meg benneteket is a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A hivatalos megnyitón a résztvevőket Róth Péter alpolgármester, Östör Anna Mária és Horváth Miklós Csaba, a városrész önkormányzati képviselői köszöntötték. Róth Péter hangsúlyozta, fontos, hogy az Öreghegyi ünnepségek tradíciója tovább éljen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mi öreghegyiek most már 3 évtizede Szent István ünnepének előestét itt töltjük a Borivárnál. 3 jókunk is van erre. Jó ünnep, jó idő ez az ünnepre. Gabona aratása véget ért, az új búzából új liszt, az új lisztből új kenyér lett. És évről évre Ervin atya, majd Gábor atya eljött ide és megáldotta az új kenyeret. Szüret kapujában vagyunk, és ugye a borrendeknek még van idejük eljönni hozzánk, és bemutatni, hogy az elmúlt évben mi mindent tettek, milyen jó borokat készítettek. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe ott a kóstolófaházat, ami hamarosan majd megnyitja a kapuit. Külön büszkeség, hogy Öreghegyen van olyan szőlő és gazda, aki minőségi díjnyertes bort állít elő. Külön köszönet érte. És itt Székesfehérváron az államalapító királyunkat, Szent István királyt is ünnepeljük, külön Szent István városában. Ő egy olyan örökséget hagyott ránk, olyan értékeket hagyott ránk, amit mivel jó kell sáfárkodnunk és át is kell adnunk a következő generációnak, úgy, ahogy ő is ezt megtette. Légy türelmes, légy szelíd, de légy erős is. Jó mulatságot kívánok, és nagyon szép ünnepet! Nagyon nagy szeretettel köszöntjük Önöket ismét Öreghegyen. Ez már a 31. alkalom, hogy az öreghegyi mulatságokat megrendezzük. Itt megemlékezünk mindig Tóth Istvánra, az Öreghegyi Közösségi Ház legendás igazgatójára, akinek a kezdeményezésére ez az ünnep elindult a 20. ünnep előestéjén. Ez egy nagyon jó alkalom valóban a vigasságra, a kikapcsolódásra. Nagyon nagy szeretettel készítettük ezt a műsort Önöknek. Reméljük, hogy minden korosztály megtalálja idén is azt, amit ő szeret. Rövid köszöntőjében Dényi és Ferenc nagymester büszkeségének adott hangot, hogy a borrend idén is teljesítette kitűzött céljait, és ismét találkozhatnak a nemes nedű barátaival az ünnepen. Nagy szeretettel köszöntök itt mindenkit a Noéhegyi Szent István borlovagán nevében. Immár 21. alkalommal állunk ezen a színpadon, hiszen borrendünk 2002. májusában alakult. Talán a tavalyi év volt az egyetlen kivétel, hiszen a zord időjárás miatt a Öreghegyi Kultúrházba kényszerített bennünket az idő. A borrendünk legfőbb küldetésének tekinti a régió szőlészeti, borászati hagyományainak ápolását, bemutatását, és ennek jegyében néhány perccel ezelőtt, vagy fél órával ezelőtt megkoszorúztuk Nagy Benedek szőlőművelő szobrát, ami itt található a Fiskális út és a Pozsony út körforgalmában. Ez is a hagyományőrzésnek egyik jelképe. Borrendünknek a másik fontos feladata a kultúrált borfogyasztás népszerűsítése. És itt a hangsúly nem a fogyasztáson, hanem a kultúráltságon van. Talán sokan nem tudják, hogy mit is jelent ez a szó összetétel, hogy kultúrált borfogyasztás. Alapvetően tudni kell azt, hogy egy-egy bor körülbelül mit tud kínálni, milyen körülmények között célszerű fogyasztani, milyen étellel mutatja meg leginkább a szépségét, és hát ennél sokkal fontosabb, hogy mértékkel fogyasszuk. Tehát a mérték az alapvető dolga a kultúrált borfogyasztásban, sőt azt tudom mondani, hogy az élet minden területén. Gondoljunk csak bele, hogy ha nem tartjuk, túllépjük a mértékünket, akár a táplálkozás, akár a munka és a szabadidő, vagy akár a élvezeti cikkek fogyasztásánál, akkor ez felbontja az egyensúlyt kellemetlenségekhez, sőt, esetleg tragédiához is vezet. Úgyhogy én azt kívánom, hogy a mai nap, amire későbbiekben kitérek, hogy milyen borokkal ismerkedhetnek meg, és gyakorolhatják ezt a kultúrát, borfogyasztást, természetesen a mértékkel betartásával, itt a helyszínen ingyen kóstolhatnak borokat.
A hagyományokhoz hűen Molnár Margittól hallhattuk meg a Borrend névadójának érdekfeszítő legendás történetét. A történet akkor kezdődött, amikor a római birodalom a második század közepe táján már súlyos megpróbáltatásokon ment keresztül. Az északi határokon, a Dunai tartományokban megtámadták 167-ben a Kvád, a Markoman és a Szamanta törzsek. A császárok ebben az időben személyesen vezették a hadjáratokat. Marcus Aurelius a 12. légió élén éppen Pannoniában állomásozott. Pajzsukat, a villámokat szóró Fulminatrix Fulminata, vagyis Jupiter képe díszítette. Erről a pajzsra vésett képről elnevezték őket Legio Fulminatrixnak. Villámokat szóró légiónak, amelynek katonája volt Donatus a markomanok ellen vívott hadjáratban, ki később a szőlős gazdák, a szőlőskertek és a mi öreghegyi kápolnánk védőszentje is lett. Marcus Aurelius seregét egy nagy csata előtt, valahol a Garam mentén iszonyú szomjúság kínoszta. A katonák nem bírván tovább a szenvedést, térdre borultak, imádkoztak, ahogy azt a keresztények szoktak. Ekkor megdöbbentő esemény történt. Heves viharral, ami az ellenséget menekülésre kényszerítette, a római légió az zuhogott a kedvelt eső, és erőt adva az elgyötört katonáknak, megnyerték az ütközetet. Végül is sikerrel megvívott harcok után a 12. légió evidéken keresztül Gorzium felé tartott. A mezőségre nyíló gyönyörű kilátás és persze a finom borok nagyszerű pihenést kínáltak a császárnak és a katonáinak. A pincék védtelenül kínálták magukat, hiszen a férfiakat elűzte a háborúskodás, az asszonyokat, öregeket, gyerekeket pedig szörnyű járvány kínoszta és ritkította. Egyik este asszonyokat vezettek a császár elé, akik fájdalmasan panaszolták el szörnyű sorsukat, és kérték a segítségét. A velük lévő gyerekek testét fekélyek borították és sebek. Marcus Aurelius parancsot adott az embereknek, hogy hozzák elébe a pincéből előkerülő bort, az asszonyokat pedig utasította, hogy itassanak minden beteg gyermekkel és felnőttel egyaránt 40 csepp vörösbort, a testüket pedig kenjék be fehérborral. Mély álmukból felébredve egészségesek lesznek a szeretteitek, mondta a bölcs hadvezér. Mikor ez valóban így is történt, a hegybéliek ismét felkeresték őt, és leborulva elé hálát mondtak neki, azt kérvén, hogy hegyüket, ahol ez a gyógyító bor terem, őróla nevezhessék el. A császár azonban én igen szólt hozzájuk, nevezzétek el ezt a dicső hegyet arról, aki nálamnál sokkal jobban megérdemli ezt a tisztességet, arról, aki megmentette a szőlőt és a bort, amikor az özönvíz azt el akarta rabolni, és annak pusztítása elől bárkájába menekítette a sok állattal együtt. Az emberek boldogan fogadták meg a tanácsát, s a már hazatérő férfiakkal ünnepet rendeztek, amelyen Albarégia szőlővel borított hegyét Noé hegynek nevezték el. Azóta ennek nedűje nem csak mámorító érzést ad neki, örömet, hanem sok betegségüknek is esküt ellensége. A betegeknek többet, az egészségeseknek pedig még többet kell inni belőle. A találkozón természetesen idén is tájékoztatást kaptunk a borlovagok fontos döntéseiről. A borlovag eddig 21 éves, és rengeteg munkát végeznek a borlovagjaink, és hát ezeket valamilyen módon honorálni szoktuk. Egy speciális kitüntetéssel, a Pro Noé Hegyi Szent István borlovagrend érdeméremmel. Az idén már volt egy kitüntetünk, a februári borbálon Pásztor István kapta meg ezt a kitüntető címet, ő itt van közöttünk épp az ászlóval. Gratulálunk neki ezúton is. Még egyszer most nem adom át neki. És valóban, hogy Gábor említette, van egy mostani kitüntetettünk, aki tényleg annyira titkos, hogy ő maga sem tudja, és sajnos az a baki következett be, hogy egy olyan programot szervezett be, amit nem tudott elhalasztani, mert nem tudta, hogy ma ki lesz tüntetve, de azt gondolom, hogy megérdemli
hogy egy kicsit a nevét itt mondjuk, és a tevékenységéről egy pár szót szóljunk. Megkérem örökös nagymesterünket, Bognár Zoltánt, hogy pár szóban ismertesse, hogy ki is az a jelölt. Bognár Zoltán a Borrend örökös nagymestere méltatásában egy olyan életpálya került felszínre, amely a fehérvári agrárgazdaság és a Borrend jövőjét is meghatározta. A mai jeles ünnepnapon kitüntetésre felterjesztett nagyra becsült borlovagtársunk, a Noé-hegyi Szent István borlovagrend alapító tagja, napjainkban is meghatározó tisztségviselője, aki jelenleg szántóföldi növénytermesztő és gyümölcstermelő családi vállalkozásokat irányítja. Régi fehérvári család sarja, nagymúltú, egykor szőlős pincés présváros öreghegy, büszke lokálpatrióta lakosa. A házában őrzött megbesült relikvia egy eredeti korhű bálványprés. Nem csoda, hogy a Noé-hegyi Szent István borlovagrend 2002-es létrehozásakor is aktív szerepet vállalt a megalakulásban, később pedig önkormányzati képviselőként egy cikluson keresztül lehetőség szerint segítette a borrendünket. Még 2003-ban egy helyi jelentős agrárcég vezérigazgatójaként az Aranykorona ZRT közösségi helységébe megálmodta és segítséget nyújtva otthont adott majd szervező munkájával oroszlán részt vállalt a borlovagrendünk által a saját borrendi borászatok, pincészetek, valamint a megye társ borrendjeinek részvételével évente ismétlődő borászati szakesté legendás és kedvelt borszakmai rendezvényének megvalósításával. Ez a Farsang környéki állandó program már új helyszínen néhány év alatt régiós jellegű és NBOS Bergekben országos ismertségű Lászlósbor díját adó gála és borlovagbál elnevezéssel jeles társasági borkulturális eseményé vált. A Borlovagrend ellenőrző bizottságának tagjaként, majd elnökeként további dicséret illeti a nagytanács munkájának, a borlovagrend szabályos működésének példás ellenőrzéséért, a közülésre elkészített korrekt bizottsági beszámolókért. Eredményes munkája nagyban hozzájárult civil társaságunk elismertségének megalapozásához és növeléséhez. Borlovagrendi Egyesületünk nagytanácsának javaslatára dr. Radics József borlovagnak az Egyesület érdekében kifejtett több mint két évtizedes munkásságának elismeréseként a Pro Noé-hegyi Szent István borlovagrend kitüntetést adományozza. Gratulálunk dr. Radics József állatorvos, alapító borlovagtársunknak. A program egyik meghatározó eleme esztendőről esztendőre a Noé-hegyi Szent István borlovagrend és meghívott vendégei előtt az elmúlt év sikereiről szóló beszámoló és díjátadás. A borrendnek sok tevékenysége van, sok mindent a kulturált borfogyasztáson kívül, a borversenyeket is szervezzük, támogatjuk. A borversenyről tudni kell, hogy ez nem olyan, mint a sportverseny, hogy van első, második, harmadik, hanem mint ahogy az iskolában minősítjük a borokat. Melyik az, amelyik aranyérem, ezüstérem. Tehát több bor is kiérdemelheti ugyanazt. Ráadásul a borversenyek is egymásra épülnek, mint a sportverseny. Vannak selejtezők, vannak kisebb vidéki versenyek, vannak megyei versenyek, országos versenyek. És mi az idén megrendeztük a Fejér Vármegye Bora versenyt. Ez abban különbözik egy rendes borversenytől, ahol arany, ezüst, stb. Érmeket adunk ki, hogy kiválasztottuk a legjobb borokat. Melyik lett a legjobb fehér bor a Vármegyében, melyik lett a legjobb rozé, vörös, melyik a legjobb pezsgő, és összességében kinyerte el egy évre a Vármegye bora címet. De mielőtt ezt elmondanám, hiszen ez egy egész megyét átívelő verseny volt, csak a mi borrendünk díjazottjait hadd olvassam föl, mert megérdemlik, akik itt vannak, át is vehetik az oklevelet. Kezdeném, a képviselő Horváth Miklós csak elment, azt hiszem, hogy elment, akkor az ő oklevelét nem adjuk át. Pásztor István, akit az előbb említettem, hogy a Pro Noé-hegyi Szent István borlovagrend érdeméret is nyerte, egy apám emlékére küvével nyert ezüstérmet.
ebben a jelen, nagyon jeles mezőny. A következő nyertesünk, aki ezüstérmet érdemelt, Lepsényi Miklós Rajnai Rizling. Többet nyert, azt nem olvasom fel külön-külön, hanem egyszerre. Igari András borlovak társunk két borával is ezüstérmet nyert. Rajtszárgyító borával és Rajnai Rizlinggel 2022-es. A Hegedűs családi borászat itt a Nagyszombati úton egy késői Szösszenet nevű nagyon speciális borával aranyérmet nyert. Ő sincs itt, de átadom. Ugyanezen a borversenyen nem csak a Vármegye borá címet választotta ki a zsűri, hanem az öreghegyi bortermelők közül a legjobb eredményt elért borával az öreghegy bortermelője címet az idén 2022-es Rajnai Riesling borával Lepsényi Miklós érdemelte ki. Elkavartam, de a Vármegye borok címek között azért felolvasom, hogy ki mit nyert. A legjobb pezsgő kategóriában az Agárdi Csóbor pincészeté lett a Fejér Vármegye pezsgője cím. Ezt az oklevelet hadd. A legjobb fehér bort, és akkor ebből is látszik, hogy ez a megyei szintű borverseny volt, a Móri Paulus Molnár borház Paulus Ice Wine Selection nyerte. Az Ice Wine magyarul ugye jégbor, ez azt jelenti, hogy olyan körülmények között születelik, amikor már megcsípte egy kicsit a fagy. Ezért ezek a borok általában elég sok cukrot tartalmaznak, tehát édes borok. A legjobb rozé bort, tehát a Fehér Vármegye a legjobb rozé borát, szintén a Móri Gessler családi pincészet gyöngyöző rozéval nyert el. És hogy a klímaváltozásnak is hangot adjunk, és hogy a fehérboros vidéknek tartott egyek is szerepeljen, a legjobb vörös bort az egyeki Kúria Pinot Noir 2020-as bora nyert el. Horváth Miklós Csaba a vendéglátó városrész képviselője kettős minőségében vett részt a rendezvényen, hiszen a borlovagrend egyik alapító tagja is, aki több mint két évtizede viseli gondját körzete választó polgárainak. Nem tudjuk még, hogy az idei év majd azért hogy fejeződik be, de nagyon örülünk neki, hogy végre majd zavartalanul meg tudjuk rendezni. Különösebb probléma valóban nem volt az előkészítésekkel eddig, és ráadásul miután ugye ez a 31 vagy 32. rendezvény, már így különösen készültünk arra, hogy ez is sikeres, vagy legalább úgy sikerül, mint a 3-4 évvel ezelőttiek. Ahogy látjuk itt a rendezvény során, azért attól függetlenül, hogy a belváros is tele van ugye programokkal, és eléggé megosztott így a közönség, azért az öreghegyiek kitartanak amellett, hogy ezt a hagyományos öreghegyi rendezvényen részt vegyenek, és ugye ehhez tartozik a mi Noé-hegyű borrendünk is, hála Isten, tudtunk az idén úgy készülni, hogy még kínálatot is tudtunk hozni, és itt a színpadon, amikor megtörtént a szokásos ceremónia, és kiosztottuk az év fehérvári bortermelője címet is. Most remélem, hogy még mielőtt az esti koncertre sor kerül, mindenki jól érzi magát itt, és mi állandóan bekapcsolódunk a boribári rendezvényekbe is, és most hagyományosan most is meglátogattuk
a családot, és őnekik is nagyon azt mondják, hogy megnő a látogatási létszám is, és miután itt ma már nem csak az esküvői képek készülnek, hanem ilyen rendezvényeken is csoportok kérik, hogy bejöhessenek, így örülnek annak, hogy ezzel is azért a reklámértéke is nő mind a Borivárnak, mind itt Öreghegynek is. Östör Anna Mária öreghegyi polgárként és a városrész önkormányzati képviselőjeként évről évre segíti a szervezők munkáját, hogy a mulatságok vendégei szívesen emlékezzenek vissza erre a napra, amely bizonyítja az öreghegyiek összetartozását. 31 éve folyik az öreghegyi mulatságok, a mulatság, a jókedv az Öreghegyen. Én nagyon örülök annak, hogy a nehézségeket átvészelve, hiszen Covid, háború, pénzügyi megtakarítások miatt valóban kimaradt, és el tudtuk kezdeni újra. Látszik, hogy ugye mi sose tudunk konkurálni a városi nagy rendezvényekkel, viszont annak, aki itt lakik, aki már nem tudja vállalni esetleg a nagy tömeget, a beutazást, annak is jó programot biztosítunk, és az öreghegyieknek valóban erre szükségük van. Bár a királyi napok rendezvénysorozata fő elemei a belvárosban zajlanak, kivéve az öreghegyi mulatságokat, amely ma már a hagyomány része. Ahogy a külső városrészekből a belvárosba mennek be a programokba, ezen a napon fordítva történik. Aki tehette, az Öreghegyen ünnepelt, mert Öreghegy Fehérvár egyik szimbóluma. A Borivár tövében a hagyományokat megélve visszaemlékezve az egykori szőlőhegy tradícióira újra bebizonyosodott, hogy igazi közösségi esemény ez a találkozó, és megerősíthetjük, minden öreghegyi mulatság vége a következő kezdete. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.